Először szeretettel üdvözlök mindenkit a második, vagy harmadik szuverén esten. Most én sem tudom hirtelen. Második? Második. Jó. A mai témánk az tulajdonképpen, azt a címet adtuk a mai estének, hogy radikalizálódás vagy közöny, és a tágabb témája a mai beszélgetésnek, az tulajdonképpen a fiatalok és a politika viszonya. Ugye rendszerváltás óta eltelt nagyjából több mint 20 év, ez sok idő abban az értelemben, hogy egy új generáció fölnőtt ez alatt a 20 év alatt, és ez az új generáció, ez sok minden nagyon másként lát már, mint azok, akik mondjuk a rendszerváltás előtt kezdtek el iskolába járni, akkor kezdtek el kapcsolatba lépni a különböző intézményekkel, akkor így személyközi viszonyok között szocializálódtak. Nagyon sok mindent másként látnak, sok szempontból technikailag is más kultúrában élnek, más nyelvet beszélnek, és már pusztán ez önmagában nagyon sok változásra ad lehetőséget. Emellett ráadásul 2008 óta ugye egy meglehetősen dinamikus időszakba léptünk, ugye a válságra gondolok, itt ez is nagyon sok szempontból átrajzolta a politikai erőteret. Ezért azt gondoltuk a szerkesztőtársaimmal, hogy mindenképpen egy érdekes téma lenne körbejárni, hogy a különböző társadalomtudományok mit tudnak ma erről a kérdésről, hogy a fiatalok miként viszonyulnak ma a politikai, és miben más ez, mint a korábbi viszonyulások. Elsőként engedjék meg, hogy bemutassam a beszélgetés résztvevőit. ABC sorrendben írtam föl magamnak, hogyha nem haragudtok, akkor ebben a sorrendben is mennénk. Tehát Csákó Mihály, rendszerváltás utáni politikai szocializáció kutatások, azt hiszem egyik legfontosabb alakja, tehát folyamatosan a rendszerváltás óta számos empirikus adatfelvétel, és ezekből született elemzés látott napvilágot az ő munkája eredményeként. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő egy nagyon alapos ismeretekkel rendelkezik, átfogó ismeretekkel rendelkezik ebben a témában. Felsmit Margit, ő nem kimondottan a politikai szocializáció kutatás területről érkezett, ő elsősorban etnicitás és különböző nemzeti identitások problematikájában foglalkozott. Ebben egyaránt beletartoznak olyan széles témák, mint a magyar identitás, a határon túli magyarok vonatkozásában, a roma identitás, és újabban úgy tudom, hogy radikalizmus kutatással is elkezdett foglalkozni az utóbbi pár évben. Harmadik résztvevőnk Gagyi Ágnes. Ő globalizáció és rendszerkritikai mozgalmak kutatásával foglalkozott a rendszerváltás óta. Talán azt is megszabad említenem, hogy ő maga egészen közelről követte ezeket a mozgalmakat, és emellett olyan műhelyekben nagyon tevékenyen részt vett, mint a Helyzetműhely, vagy az Igen ígéretes Amblok nevű folyóirat. És végül, de nem utolsó sorban Kovai Cecília, akit azt hiszem nem kell bemutatnom a szuverén olvasóinak, hiszen nálunk is írt három nagyon érdekes eszét. Ő a napjaink fiatal romakutató antropológus közösségének, nemzetékének az egyik legígéretesebb tagja, és az egyik legfontosabb oszlopa, és ő maga is olyan műhelyekben nagyon aktívan részt vesz, mint amit az előbb Áli kapcsán említettem. Jó, ennyit a bemutatkozást, nagyon szépen köszönöm nektek is, hogy vállaltátok a részvételt. Elsőként egy általánosabb kérdéssel indítanék. És azt szeretném megkérdezni, hogy tényleg egy kicsit induljunk a KH-tól. Mit lehet arról elmondani, hogy hogyan alakult itt tényleg teljesen átfogó a rendszerváltás óta napjainkig a
állampolgári kultúra, az állampolgár, a fiatal generációknak a politikai aktivizálódása, vagy éppen passzivizálódása, mik voltak a főbb fordulópontok, és hogyan néz ki ma ebben a 20 év perspektívájában? Nagyon rám nézem. Le kell szögeznem, hogy én ilyen általánosságban minden szép bevezetés ellenére soha nem foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel. Akkor, amikor arról van szó, hogy politikai szocializációt kutatok, akkor már ez a terminus gyanús kell, hogy ébresszen mindenkiben, mert hogy fel kell tenni azt a kérdést, hogy na jó, jó, de a szocializáció az egy nagyon hosszú folyamat. Mondhatni az ember egész életében tart a legutóbbi felfogásaink szerint. Következésképpen az a kérdés, hogy na és mekkorák azok az alanyok, akikkel a kedves úr itten foglalkozik. És erre pedig azt kell mondanom, hogy hát bizony azok az alanyok, akikről nekem közelebbi ismereteim vannak, azok bizony hát tizenévesek. Tehát általában 13-tól mondjuk legfeljebb 18-ig terjednek az ismereteim, amelyekre igazán lehet építeni abban az értelemben, hogy azok legalább tényleg mért, tudatott, ellenőrzött, többszörösen fölvett, rendszeresen vizsgált összefüggések. Igen ám, csak hát ugye amikor arról van szó, hogy az ifjúság és a politika viszonyáról beszélünk, akkor általában nem ezekre az ifjúakra szokás gondolni, hanem éppenséggel mondjuk a 18 és 30 közötti ifjakra, ami ebből a szempontból sokkal érdekesebb téma. Úgyhogy ehhez képest az én tényleges konkrét ismereteim azok, ha úgy tetszik, előismeretek, és senki soha nem vizsgálta még meg Magyarországon legalábbis nem, de én máshol sem tudok olyat, hogy azt megvizsgálta volna, hogy miből lesz a cserebogár, vagyis hogy azokból, akik ilyenek vagy olyanok voltak 13 és 18 között, azok milyenek lettek 18 és 30 között. Erre nézve, hát mondjuk lehetett volna kísérletet tenni egyes ifjúságkutatóknak, de most ez nem ennek a kritika helye itt éppen, csak ezt a lehetőséget ugye több ízben elmulasztották. Úgyhogy ezt így nem tudjuk megmondani. Egyébként azt tudom csak mondani, hogy az ifjúság és a politika viszonya az én szerintem leginkább olyan, amilyennek maga a politikai szféra meghatározza. Szóval, ha vannak többé-kevésbé kialakult politikai struktúrák, hogyha vannak működőképes pártok, hogyha azok tényleg képviselnek valamit, akkor azoknak kialakulhat olyan ifjúsági tábora, amelyik emögé áll. Hogyha ilyesmik működnek eléggé tartósan, ez most már ugye a spekulációk világa, mert hol van a tartóság, akkor el tudom képzelni, hogy ifjak még akkor is hajlamosak legyenek valamiféle cselekvésre, amikor éppen köztes állapotok vannak, és nekik kell kitalálni a dolgokat teljesen előre. Úgyhogy ebből a szempontból én, hogy mondjam, csak meglehetősen, hát nem mondanám azt, hogy pesszimistán látom, csak mindesetre a kép az én szememben inkább negatív, ami azt jelenti, hogy a magyar politikai élet az inkább egy degradálódási folyamat, hogyha fő tendenciáját nézem ezekben az évtizedekben. Ennek megfelelően az ifjúság sem tud igazából mit kezdeni vele. Na most persze, de bele lehet menni azokba a részletekbe, amelyeket én nem vizsgáltam, csak spekulálok róla. Tehát azokba a részletekbe gondolom itt, hogy hát azért mégiscsak vannak ugye viszonylag nagy pártok, vagy mondjuk úgy, hogy különböző időkben eléggé nagy pártok.
És ezeknek van bizonyos vonzásuk az ifjúságra is. És ezen kívül vannak olyan gondolatok és olyan mozgalmak, amelyekben benne volt és benne van a párosodás lehetőség, és amelyek szintén vonzást gyakorolnak, mint például a szélső jobb eszmék, amelyeket sikeresen föltámasztottak. A fogalmazásból a tisztelt jelenlévők rögtön láthatják, hogy én úgy gondolom, hogy ez egy kifejezetten kemény és többé-kevésbé tudatos akció volt, aminek a segítségével föl lehetett támasztani ilyenféle eszméket, mint amelyekkel mostanában az utóbbi napokban is hadakozunk. Ez pedig azért mondom, mert ez azért egy picikét a saját területemre is tartozik, hogy én sehol, soha egyetlen mérésben nem tapasztaltam olyanféle folytonosságot, ami azt jelenthette volna, hogy ilyen eszmék csak úgy maguktól megöröklődnek a különböző családi kapcsolatokon keresztül. Nyilván voltak bizonyos maradványok, amelyeket föl lehetett használni, de azért igazából ehhez igazán kemény munka kellett, hogy ezt sikerüljön idáig elvinni. Na, én azt hiszem, hogy egyelőre ennyi jó, eléggé össze-vissza és eléggé hirtelen hagyom abba, de gondolom beszélgetünk még. Igen, akkor akartam kérdezni, tehát ez sokkal egyszerűbb. Én most rövid eszed biztosan. Nem arról a nemzedékről, vagy arról a korosztályról fogok beszélni, a 18-nál idősebbekkel. Én két empirikus kutatásban először 2006 körül, másodszor pedig 2009-2010-ben 8. osztályos gyerekekkel dolgoztam, akiknek a környezetében vagy közegében azt érzékeltem, hogy nem a politika hatása érzékelhető, hanem a tanáraiknak az a szándéka, hogy ne beszéljenek társadalmi és politikai kérdésekről, tehát olyan mértékben tabusítva van, hogy az félelmetes. Mind a két esetben olyan helyzeteket vizsgáltunk, ahol nyilvánvaló lett volna, tehát fel volt kínálva a probléma, vagy a problémáknak egy egész halmaza, amiről beszélni kellett volna. Az első az olyan osztályokban volt, ahol migráns gyerekekkel tanultak együtt a benszülött gyerekek. Ott erről a problémáról, vagy ezekkel kapcsolatos kérdésekről nem beszéltek. Egyetlen egy olyan iskolával találkoztunk, ahol erről volt egyfajta ilyen beszéd, pontosabban nem beszéd, hanem ott inkább ilyen kulturális fesztivalizációja volt ennek a témának, ami nagyon értékelendő volt ahhoz képest, hogy máshol meg semmi. Második esetben pedig az a kutatás, amiben Cilivel közösen dolgoztunk, ahol olyan osztályokban voltunk, ahol roma gyerekek és többségiek tanulnak együtt, és ott erről a kérdésről nem beszéltek. Illetőleg nem beszéltek olyan módon, ami a tanárok által lett volna valahogy így dizájnolva, vagy elképzelve. Természetesen beszéltek az udvar, meg a szünetnek a nyelvén, tehát hogy ott nyilván ott folytatódott a falunak, meg a kisvárosnak a beszédmódja, de ettől a tanárok mérhetetlenül elhatárolták magukat, ami szerintem egy nagyon-nagyon problémás dolog, ami szerintem valójában a magyar oktatás politikának egy nagy hibája volt, hogy azt mondta, hogy az iskolában nem politizálunk, és ehhez tartja magát továbbra is. Beakadta. Igen, valaki hozzáfűzne? Akkor én hadd kérdezzek viszont valamit. Ugye... Ja, bocsánat, ne haragudj, köszönöm. Na hát, hogy azokban a közegekben, ahol én kutatok, főleg falusi cigány közegekbe, és hogyha az aktivitás azt jelenti, hogy közéleti témával foglalkoznak az emberek, akkor szerintem ez olyan irányba változott, hogy sokkal jobban foglalkoznak közéleti témákkal, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy a cigány tematika így ennyire belépett a közbeszédre, és ők egy személyben társadalmi szereplővé léptek elő, és ennek a terheit cipelik, és ilyen módon
kénytelenek ezekkel foglalkozni, ezekkel a témákkal. Igen, azzal szerettem volna kapcsolódni, hogy konkrét témákról, amelyeket mi magunk kutatói szemmel, vagy bármilyen egyéb szemmel közéletinek minősítünk, vagy akár politikainak minősítünk, hajlandók foglalkozni, és meg lehet beszélni, lehet rá válaszokat kapni, csak akkor nem, hogyha azt mondjuk, hogy politika. Arra akkor nem. Tehát a politika, mint címszó, mint hívószó van diszkreditálva, és hogyha ez nem hangzik el, és nem érzik meg ennek a szagát, akkor közügyekkel minden további nélkül hajlamosak esetleg foglalkozni, én tapasztaltam ilyet. Az pedig, amit mondasz, hogy a politika az tabu az iskolában, hát azt, hogy mondjam, ez ilyen rendszeresen visszatérő, bevezető szövegem szintén minden alkalommal, amikor megcsinálom ezeket a felvételeket, mert az igazgatók úgy rúgnak ki páros lábbal, mint annak a rendőr, hogy képzelem én, hogy iskolában ilyesmiket kérdezni. Úgyhogy... Igen, hát veszélyes terep az iskola más szempontból is. Most egy korábbi dologhoz kanyarodnék meg gyorsan vissza, mert az elején szöget ütött a fejembe, hogy azt mondtad, Misi, hogy bizonyos szempontból a politikai rendszernek a leképződése az, ami a fiatalokban megjelenik. Arra gondoltam, hogyha ez csak ugyanígy lenne, akkor bizonyos értelemben lemondhatnánk arról, hogy magáról a politikai rendszerről kritikai reflexiója jön létre. Már pedig sok szempontból hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez is bizonyos értelemben a fiatalokhoz kötődik. Nem tudom, esetleg Ági, akinek talán több tapasztalata van erről, mond-e valamit? Hát az én tapasztalatom az a 2000-es években volt a globalizáció kritikai mozgalom, nem tudom, hogy mennyire ismerős, ilyen G8 találkozók elleni ellentüntetéseket szerveztek, meg ehhez hasonlók, ennek volt kelet-európai ága is, én azt néztem. Végig, amíg én ilyen mozgalmi közegekben mozogtam, addig az összes tanárom meg ismerősöm hülyének nézett azzal, hogy az én témám nem is létezik. Hiszen hol vannak ezek az emberek? Hát ugye nem politizálnak a fiatalok meg stb. Majd átmentem a másik helyre, ahol ők voltak, és ott csináltuk tovább azt, amit. És hogy egyébként én azt írtam meg, amit erről végül is írtam, hogy ez hogy bukott meg miért nem történt meg igazából Kelet-Európában, és ez hogy kritizálja azt a változatot, amit nyugaton elképzeltek, mint globális változatot. De mégis, hogyha csak a magyar helyzetet nézzük, akkor ezekből a közegekből kijött egy párt, az LMP, majd most nem olyan rég kijött még egy párt, a 4K. De dolgok történnek. Mégis én azt gondolom, hogy ez inkább, tehát ezek nem a jobbikos gyerekek, hanem ezek az ilyen reflektív középosztálybeli gyerekek. És az, hogy ők elkezdenek politizálni, és abból lesz valami, az kicsit inkább ilyen generációk belenőnek a pozícióba, csak nincs ott a pozíció, és akkor ilyen-olyan ötletekkel elkezdenek csinálni maguknak. Inkább ennek a folyamatnak látom, és nem annak, hogy... itt valami egészen más tör be. De mégis miért más ötletek törnek be? Tehát miért nem egy liberális pártot akarnak csinálni a 4K most? Ott is lenne tere. És hogy ebből a szempontból van egy olyan potenciál a mostani ifjúságból, konkrétan a mostani ifjúságnak a helyzetében, ami nem magyar specifikus, hanem meglehetősen globális. Tehát az, hogy végigfutott itt egy olyan
erőteljes felszabítása a munkaerőpiacnak, ami folyamatosan mindenféle szabályozást levette erről a piacról, és ez a nagyfokú flexibilitás, ez a munkaerő felől úgy érzékelhető, hogy soha nem tudom, hogy lesz-e állásom, ha lesz, akkor nem fog vele járni biztosítás, bármikor kirúgnak, állandóan mozogni kell, stb. És ez az ifjúságon nagyobb súllyal nehezedik, mert ők azok, akik újonnan lépnek be, tehát velük már rögtön másfajta szerződéseket lehet kötni. Tehát ez a fiataloknak a bizonytalansága, ez egy ilyen globális jelenség, amivel sokat foglalkoznak, és akkor hát az a rétege a fiatalságnak, akinek van elég ereje meg forrása, hogy ezzel politikailag is foglalkozzon, sokkal inkább beszél saját magáról, amikor rendszerkritikus dolgokat mond, mint egy olyan helyzetben, ahol mondjuk a rendszer felajánlana nekik munkahelyeket. Azért, ami a liberális pártot illeti, hát viszonylag fiatalok azért csináltak liberális pártot végül is. Most? Na, kire gondolsz? Nem is tudom. 88-ban. Hát, jó. Tehát egy másik helyzetben, azt mondja, hogy most más a helyzet. Hát más a helyzet, persze. De nem csak azt akarom mondani ezzel, hogy nem feltétlenül idegen az sem, hogy éppenséggel pártot csináljanak, vagy pártszerűt, hogyha úgy jön ki. Jó, nagyon sok érdekes kérdés fölmerült már eddig. Tulajdonképpen még egy dolog van, amit mindenképp szeretnék behozni ebbe a játéktérbe, és ezt is említette már végül is Ági, hogy ugye itt generációsan nagyon különböző válaszok születtek. Nagyon különböző új politikai mozgalmak jelentek meg, leegyszerűsítve Jobbik versus LMP per 4K, remélem senki sem kéri ki magának ezt a szembeállítást, vagy itt a beszélgetést elejéig. Azt szeretném megkérdezni ezért tőletek, hogy van-e arról valami fajta tudásunk, vagy van-e arról valami fajta ötletetek, hogy ugye itt vannak ezek a önmagukat különbözőképpen megfogalmazó fiatalok, hogy mitől függ az, hogy mellettük ugyanakkor meg ott van az a hatalmas tömeg, aki teljes mértékben kívül marad ebből az egészből. Mitől függ az, mik azok a tényezők, amik az aktivizálódást bizonyos értelemben beindítják, és ha esetleg erről is lehet tudni valamit, mitől függ az, hogy milyen irányba, és itt tényleg a legkülönbözőbb terepeken bárkinek, ami eszébe jut, arra nagyon kíváncsi vagyok. Akkor... Még nem tudom egészen jól alátámasztani empirikus adatokat, de én azt látom, hogy azt, amit mondott Ági a fiatalok bizonytalanságáról, ami egy nagyon közkeletű tézis, ugye a szociológiában és az antropológiában is, hogy most elsősorban a jobboldali, szélső jobboldali szervezetekre gondolok, azok válnak a követőivé, akik valahogy lecsúsznak társadalmilag, és valamiféle bizonyosságot keresnek, és ezt autoritár vezetőkben, meg történeti mítoszokban, stb. Találják meg. De hogy a kulcsa a dolognak ez a lecsúszás és ez a bizonytalanság. És én egy ideje azon gondolkodom, hogy és mi van azokkal, akik nem tapasztalták meg sem családjukban, sem a saját életükben ezt a lecsúszást. Egészen biztos, hogy mondjuk abban a 40%-ban, amit mutatnak a legutóbbi ilyen mérések, ha Jobbik társadalmi támogatottságáról a fiatalok körében, szóval ebben a 40%-ban biztos, hogy nem csak lecsúszottak vannak. És azon gondolkodom, és fókuszcsoportos beszélgetések nyomán is az elmúlt napokban, hogy mi a vonzereje a középosztályi fiatalok körében ennek a... És egy még eddig gyenge lábakon álló válaszom van erre a kérdésre, és pedig az, hogy
közösséget keresnek. Tehát, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben lehet legyen ezek az interjúk, nem tudom, nagyvárosban, vagy kisvárosban, faluban, vagy akárhol, azt mondják, hogy, hogy az a vonzereje számukra, hogy ez egy olyan hely, ahol együtt lehet csinálni bizonyos dolgokat, tehát a közösségnek van ereje. Az is elhangzott egy ilyen beszélgetésben, hogy, olyan baloldali ideológiai kötődésű fiatalok, akiknek hasonló vágyai lennének, hogy valamiféle közösséghez tartozzanak, ezt nem kapják meg. Tehát én azt gondolom, hogy e körül a milyen közösséghez való tartozásnak a vágya körül érdemes keresgélni. Valamikor ezt elő akartam hozni, és akkor most azt mondom, hogy ez az a pillanat. Tehát, hogy, van ez a könyv, ami relatív új, Guy Standing nevű ember írta, munkaszociológiával foglalkozik, és ez a fogalom a prekariátusnak fordítják, precariat, precarité, ez erről szól, tehát hogy ez a jelenség, hogy a neoliberalizmus az olyan szintű flexibilizációt hozott létre a munkaerőpiacon, hogy írtatlan nagy tömegeknek a világ minden táján bizonytalanná vált az, hogy van-e munkájuk, de nem csak az, hanem hogy az jár-e biztosítással, hogy holnap lesz-e, hogy amilyen skilleket felhalmozott most, az jövőre érvényes lesz-e, tehát hogy ahogy az emberi életeket, közösségi életet, egy helyhez való tartozást ez a dolog befolyásolja. Na erre ez egy fogalom, és az az érdekes a könyvben, hogy ő ezt egy ilyen új osztályelméleti fogalomnak szánja, amivel egy ilyen projektet is ki lehet jelölni, hogy milyen irányba kellene tovább menni, és ennek a kulcsfogalma az, hogy, a munkán keresztüli állampolgárság, citizenship through work, azért, mert az történik ezekkel az emberekkel, hogy nem csak a munka folyamat fölött nincs kontrolljuk, hanem a fölött se, hogy ők hol fognak lakni, kikkel fognak találkozni, és kiesnek az összes olyan rendszerből, amit annak idején, még a szociáldemokrácia ötletéből azért harcoltak ki, hogy valakinek olyan alapon, hogy állampolgár, mondjuk szolidaritásból járjon nyugdíj, meg egészségügyi ellátás. És számomra az egyik legnagyobb dolog, ami megüt engem a könyvben, az az, hogy azokat a dolgokat, amiknek nálunk olyan neveik vannak, hogy cigány, meg Trianon, ezeket a dolgokat a világ összes táján leírja. Tehát, hogy, fiatal, relatív képzett, de nem tudják, hogy biztos lesz-e a munkájuk, ilyen státuszú japán férfiaknak az egylete, aminek egy ilyen betűrövidítése neve, ami arról szól, hogy, igazi japánok a koreai olyan munkavállalók ellen, ami az a fajta, amelyikben ők dolgoznak. Illetve, hogy a különböző ilyen találkozásokban, amikor pont ez a fajta tömeg veszíti el a bizonyosságát, és valamilyen náluk is kiszolgáltatottabb tömeg azt a sokkal rosszabb munkát, sokkal kevesebb biztonsággal járó munkát azt hajlandó elvállalni, ezekben a helyzetekben, ahogy különféle hát ilyen eszencializált identitások lesznek itt kitermelve, lehet az rassz is, de lehet etnikum, vagy lehet ilyen szexuális dolog is. Az a lényeg, hogy, csak is szeretném hangsúlyozni, hogy figyeljünk arra oda, hogy van itt egy olyan nagy összefüggésrendszer, ami elsősorban gazdasági, és amiben ez a mi helyzetünk vele van ágyazva, tehát hogy semmi esetre sem szeretném, mert Margit sokat foglalkozik azzal, hogy, mindez hogy van pont a magyar helyzetre beágyazva, és ezzel sokan foglalkozik, hogy történetileg ez a saját ilyen helyi történelmi gyökerekre hogy megy vissza, de egy másrészt az a súly, amit ezek az emberek viselnek, az egy ilyenfajta nemzetközi, rendszer szinten termelt súly. Köszönöm.
hogy az én kutatási közegem vagy területemen az, hogy ki mennyi, merrefele aktivizálódik, hát ezt nagyon meghatározza az, hogy cigány vagy magyar, vagy ebben a különbségtételnek melyik oldalán áll, mint ahogy az élet többi területét is ez határozza meg, tehát nyilván a aktivitás irányát is ez, és tehát egyelőre abszolút ugye elgondolkoztam ezen, hogy nem látni, hallani egy olyan politikai hívószót, vagy egy olyan jelentésvilágot, ami mondjuk ezt a különbséget bármilyen szinten elmosná, sőt így hát amennyire én látom, hogy a cigány válik mindkét oldalon egy olyan politikai hívószóvá, ami mögé így be lehet rendeződni, és hát nyilván ezek is olyan helyek, amit a rendszerváltás elég keményen sújtott, és azóta se álltak talpra ezek a falvak vagy régiók, és amit a Margit mondott így a közösségkereséssel, hogy míg a cigányban van egy ilyen potenciál mondjuk a rokonság révén, ami egy ilyen teljesen kivetett munkanélküli ségtől sújtott állami intézmények által elhanyagolt helyen egy komoly erőforrás, addig mondjuk a nem cigányok számára nincs ilyen felajánlva, vagy nincs egy ilyen elérhető dolog, mert ugye azt az intézmények ajánlották föl nekik, és főleg amit én megfigyeltem az, hogy mondjuk a Jobbik felé inkább a férfiak egy családon belül is. Ez egy ilyen külön férfi pozíció lesz, egy ilyen csak azért is, én vagyok a... De hát, hogy nyilván azért, mert a munkanélküliség, meg ez a fajta bizonytalanság őket sokkal sérülékenyebbé teszi, hiszen az intézményekben, az intézményes munkahelyeken pedig inkább ugye a férfiak tudtak jobban, vagy hát az ő identitásuk inkább épült arra. A másik a cigány oldalról, meg az aktivizálódás, meg a mobilizálódás, tehát hogy mennyire fogékonyak esetleg valamilyen közéleti szerepvállalás vagy érdeklődésre, hogy ugye azért volt főleg hát olyan 2007, most nem tudom pontos évszámot mondani persze, de még a 2000-es években egy asszimilációs ígéret az még teljesen működött, és iszonyú energiát fektettek ebbe emberek, hogy beteljesítsék azt az álmot, hogy úgymond idézőjelben magyarrá válhassanak, és azért ennek a kudarca, meg ennek a nyilvánvaló lehetetlenné tétele nagyon sok, hát én úgy látom, hogy dühöt és energiát szabadít föl, és ez amit látok kezdeményezéseket sok helyen, hogy a cigány válik egy olyan politikai hívószóvá, ami aktivitás helyi közösségben, aktivitás közösségi háznak szervezését, érdekvédelmet, tehát ezeknek a csíráját jelentheti, ami pedig ugye nem cigány oldalról, meg megint egy ilyen, tehát magát a különbségtétel az annak az ereje nem vészel, csak által. Tehát hogy ilyen, tehát hogy egy olyan politikai vagy közéleti mozgolódás, ami ezt felülírja, olyat így nem is látok, és így tök nehezen tudom elképzelni, hogy ilyen legyen. Igen, tehát ilyen tágabb perspektívából is ez a tanulság. Egyrészt az, hogy nagyon egymásra csúsznak a korábban is kiszolgáltatott, marginalizált rétegeknek a státuszai, azokkal, akik újabban kerülnek ilyen bizonytalan státuszba. Tehát az, hogy Amerikában ma normális az Egyesült Államokban, hogy középosztálybeli állapotból hajléktalan lehet az ember nagyon könnyen. Ilyen méréseket idéz az ember, hogy szinte, tehát mindenkinek van egy ilyen magában hordott félelme, amiről azt mondja, hogy ő arra minden nap gondol, hogy ő hajléktalan lesz. Tehát, hogy van egy ilyen probléma, hogy ebben a bizonytalanságban ilyen rétegek egymáshoz relatív státusban közel kerülnek, és ennek van egy olyan kezelése, amiről mondjuk a politikusok is többek között gondoskodnak, hogy
egymást, vagy lefele, vagy ilyen megtisztítás jelleggel próbáljanak itt határokat, meg ilyen biztonságos vonalakat behúzni. És például az, hogy a szociáldemokrata pártoknak sokáig ez volt a stratégiája, ami nálunk is ez volt, hogy akkor a legszegényebbnek, meg a legtöbb gyerekesnek adják a támogatást. Ez tipikusan egy olyan dolog volt, ami mindenütt megnövelte az elutasítást azok részre, akik úgy érzik, hogy ők dolgoznak, és ezeknek megy a segély. És a nagy képben a Standing is azt mondja, hogy az egyik út az, hogy ebbe az irányba megyünk el. Tehát az egyre nagyobb nyomorba, egyre nagyobb érzelmi frusztrációkat ilyen eszencializált különbségekre tesznek rá az emberek, és ebből lesz politika. Ezt látjuk, hogy az európai szélsőjobboldali pártok is emelkednek. Vagy a másik oldal az az, hogyha ezt egy közös gazdasági helyzetként ismerik fel, és akkor a politikának az értelme, amit egy ideje, mint hogyha kevésbé gyakorolnának, ami arról szól, hogy az életfeltételek megteremtéséről is szól a politika. Tehát nem mondásokról, meg elvekről, nem arról, hogy hogy csinálják meg, hogy mindenki tudjon élni. Tehát gazdaságról is szól. Ebbe az irányba megy el a dolog. Én ennek a vonatkozásnak, tehát hogy ezzel függ össze szerintem amit úgy mondanak a magyar médiában, hogy szélső baloldali pártok, de mondjuk egy 1900-as évek elejebeli mérőeszközzel ez egy ilyen mainstream szociáldemokrata ötletek lennének, tehát hogy legyen egészségű, meg ilyenek. És hogy erre csak szeretnék mondani egy anekdotát, én éppen interjúztam egy kamionsofőrrel, és akkor hát úgy döntöttünk, hogy ő most már haza is hoz arról a helyről, hogy ne kelljen külön menjünk, és akkor már így mindenféléről volt szó. Elmesélte részletesen, hogy ahol voltunk, ott az, hogy süllyedt le az a bolt, hogy vesztették el, hogy nem tudták kifizetni az adót, akkor amiatt miért kellett eladni ez. És hogy ő úgy lett kamionos, hogy előtte mi volt az előző három foglalkozása, és akkor ez a 93-tól egy ilyen lejtmenet. És akkor elmondta, hogy ahol lakik, a 8. kerületben, akkoriban az még egy olyan hagyján utca volt, most már csak cigányok laknak, és ilyen, hát ilyen gettó élet van, ilyen utcasarki társadalom jellegű élet, és hogy ő az elején ezt nagyon utálta, többiek elköltöztek, akik a régi lakó közössége volt, de hogy most már ő ebbe kezd belesimulni, mert egyre inkább úgy érzi, hogy ő is közéjük tartozik, mert ő ezzel a lecsúszás történettel végül is ő cigány lett. És hogy szerinte nincs más esélyünk, mondja ő az ilyenekre, mint hogy közel kerülni a cigányhoz, velük összefogni és úgy csinálni valamit. Nyilván ez nem egy olyan történet, amit minden nap hall az ember, ez egy kivételes anekdota, de csak így elmondtam. Nagyon érdekes történet volt. Valaki esetleg hozzá tudom? Ha nem, akkor én egy kicsit próbálja meg összegezni, mert igen hangzott. Ha jól értem, tulajdonképpen kétfajta választípus merült föl. Az egyiket mondjuk nevezhetjük egy ilyen push faktornak, egy ilyen toló hatásnak. Ugye ez, amit Ági hangsúlyozott elsősorban, ez a globális gazdasági szituáció, amiben vagyunk. Ezzel kapcsolatban én azt szeretném megkérdezni először is, hogy vajon ez a fajta prekarité, ez mennyiben tekintető ténylegesen dolog? Tehát volt-e valahol olyan, amikor nem volt ilyen prekarité? Most én miért kérdezem ezt? Csak azért kérdezem ezt, mert hogyha belegondolok, 86-ban Beck már ugye a Risk Society-vel azért bizonyos szempontból hasonló dolgokat engedett. Kétségtelenül kevésbé, nem értesz egyet, jó. Akkor ezt mindjárt majd kérlek mondd el, mert ez így nem túlvilágos számára. A másik pedig egy ilyen pull faktor, tulajdonképpen a közösség iránti igény, egy ilyen hiány, a közösség hiánya. Na most az a kérdésem, ugye nagyon érdekes volt, amit Marvit mondott, hogy a baloldali a dolgok nem tudják feltétlenül megadni, vagy valami ilyesmit ezt a közösség. Vagy ez miért lehet? Miért lehet ez? Illetve továbbra is ezt firtatnám még egy kicsit, hogy azért ma úgy tűnik Magyarországon, hogy mégiscsak a szélső jobboldali válaszkísérlet az, ami látványosabb, vagy legalábbis igen, tehát mindenképpen látványosabb, mint a valódi, és hogy ez miért van, hiszen ezekre a globális problémákra
ugyanolyan logikus, hanem logikusabb válasz lenne egyfajta baloldali válasz. És akkor, ha már nálam van a mikrofon, még egy kérdést hadd szúrja be, aztán majd válaszoltok, ki mire gondol. Vajon nem hozza ez a szituáció elő mindazokat a kérdéseket, amikkel mondjuk a 20. század elején a marxizmusnak szembe kellett nézni, akár az, hogy hogyan lehet a hamis tudattal kezdeni valamit, és a többi, és a többi. Jó? Szeretne valamihez hozzászólni. Sok kérdés volt, én be egyet ragadok ki. Arra vonatkozott, hogy miért nincsenek ezek a baloldali közösségek. Vagy én így fordítottam. Miért nem adja meg az a közösség élményt? Miért nem adja meg a baloldal közösség élményt? Én azt gondolom, hogy egyrészt azért, mert a baloldal önmagában jelentős mértékben delegitimálódott annak következtében, hogy volt egy ilyen nagyon erőteljes neoliberális fordulat benne, és még mindig ebben a neoliberális fordulatban tapicskolunk, illetve ennek a következményeiben. Szóval ezek nem igazi baloldali pártok, amelyek nem véletlen, hogy nem teremtenek igazi baloldali közösségeket, mert bolondok lennének a munkások ezek után menni. Tehát azt gondolom, hogy azon csodálkoznék, hogyha e körül volnának baloldali közösségek. Ez mondjuk a Ági által kedvelt ilyen összeurópai perspektíva, de én azt gondolom, hogy ennek van nyilván egy nagyon sajátos kelet-európai metszete vagy perspektívája is, és szerintem az nagy mértékben annak a következménye, hogy milyen mértékben nem tudunk a szocializmus vagy a államszocializmus vagy a kommunizmus emlékezetével szembenézni. Tehát ez nyilván nem a legfiatalabbaknak a terhe elsősorban, hanem az idősebb nemzedékeké, a közép és annál idősebbeké, akiknek szerintem a fejében és a mindennapi beszédében egy egészen másfajta kommunizmus él, mint amiről hivatalosan beszélnek az emberek. És annak a kommunizmusnak, ami az ő fejükben van, ami egy élhető világ volt bizonyos értelemben, annak voltak szervezetei, és annak voltak, nem tudom, infrastruktúrája, meg volt egy csomó minden. Ezen megint nagyon nehéz számolni, hogy akkor őnekik azt kell mondani, hogy az valójában nem is volt, közben tudják, hogy voltak úttörő táborok, meg nem tudom, tehát voltak valamiféle közösségek, ami nem volt olyan rossz, mint ami ennek mondani kell most. Tehát én azt gondolom, hogy az a legtermészetesebb, hogy nincsenek ilyen baloldali közösségek. Először gyorsan erről, hogy miért nem ugyanaz, mint a kockázott társadalom, a Beck-féle. Tehát Beck arról beszélt, hogy amiatt, hogy most már ilyen komplikált a társadalom, már mindenféle részrendszerek burjánoznak és egymásra tevődnek, emiatt vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk előrelátni, megtörténnek, mert az egyik részrendszer már ott tart, vagy azért, mert az egy olyan terület, mint a környezetszennyezésnek a visszahatásai, amivel eddig nem foglalkoztunk, de egyszer csak most megjelent. Ez egy dolog. A prekariátus az nem erre vonatkozik, hanem arra a nagyon konkrét politikai döntésekben és ilyen vállalati intézkedésekben megtörténő folyamatra, amivel a munkavállalókat, akiknek nincs saját tőkéjük, amiből éljenek, mindenféle szerződés átírásokkal, fizetéscsökkentéssel, azzal, hogy a Microsoftnak a dolgozóinak a felét kirúgják, majd annak 5%-át visszaveszik, a többit ilyen szerződéses, outsourcingos rendszerben negyed annyi fizetésért, és nem is ott, hanem el kell költözni Indiába, vissza szerződtetik. Tehát ezekre a dolgokra vonatkozik. Ez egy olyan fajta bizonytalanság, ami termelve van, és ebből a szempontból új, és akkor van nyilván ennek egy ilyen világtörténelmi háttere, hogy az, hogy Kína belépett, tehát Kínának a proletarizálódása belépett ebbe a helyzetbe, és ott olyan pénzért lehetett dolgoztatni embereket, ami az egész világnak a munkaerőpiacát megváltoztatta. Ez is benne van, csak ez hosszú. Akarsz erre valamit most? Nem, inkább nem. Oké. A valós közösség.
én úgy emlékszem, tehát, hogy volt erős közösségiség a globalizáció kritikus mozgalomban is, de az annyira nemzetközinek, meg tényleg globálisnak próbálta magát tételezni, hogy emiatt nehéz mondjuk ilyen kelet-európai viszonyokra rávetíteni, hogy hogy néznek ki az egy igazi kisvárosban, vagy utánfalun. Azt, ahogy a 4K ezt csinálja, azt láttam, az szerintem működik, csak az még nem létezik nagyban. Tehát, hogy ők tényleg erre a magyar common sense alapján érthető közösségi jó érzésre játszanak, és ez működik. Tehát amikor az emberek azt érzik, hogy igen, nekünk is egyre rosszabb, csináljunk már valamit, és ennek nem az lesz a megoldása, hogy ebbe a nemzeti érzésbe lovaljuk bele magunkat, hanem megmarad a dolog ezen az értelmezési szinten, tehát körülbelül ez történik, ebből a szempontból ez létezik, csak még az elején van, és egyébként amit mondtál arról, hogy amúgy miért nem létezik az MSZP vagy mások által, azzal egyetértek. A hamis tudatra annyit szeretnék mondani, hogy amióta ez Marxnál felvetődött, azóta itt lement egy több mint évszázados gondolkodási folyamat, ami többek közt a marxizmusnak is a hagyománya, de hogy ebből rendes társadalomtudományok születnek, nyilván nektek el legkevésbé ezt mondanom, és hogy ebből a szempontból szerintem így utólag, tehát nem azért, mert Marx mondta a hamis tudatot, hanem ami azóta történt, amiatt rendelkezünk elég jó eszközökkel ebből a szempontból, tehát hogy hozzuk viszonyba egymással azt, hogyha egy ember szerintünk hülyeséget gondol, hogy azt gondolja, hogy a cigányok azok annak, hogy neki nincs munkája, azt hogy hozzuk azzal összefüggésbe, hogy egyébként vannak olyan folyamatok tényleg, amik miatt nincs munkája. És igazából én át szeretném ezt passzolni a Margitnak, mert hogy ennek a területnek igazából ő a szakértője. Úgyhogy nem tudom, hogy ilyet lehetek, de most így abba vagyunk. Az Margitó múlik. Átveszed a labdát. Nem, most itt nem veszem. Nem veszem. Jó, akkor most itt pattog a kezemben. Valaki esetleg közelkezni van? Akkor még amíg itt van. Jó, csak hogy csapjam le, hogy tehát, hogy annak az ötletnek, hogy globalizáció van, és akkor itt a kultúrák most globális lesz, egy kultúra, vagy multikulturalitás, vagy stb. Például ebből is jött egy olyan irányzat, ami pont azzal foglalkozik, hogy ez hogy egy történet. Az, hogy egyre nagyobb a bizonytalanság, az hogy ugyanannak a története, hogy a nacionalizmusokban, fundamentalizmusokban, ilyen identitás fixációkban vetett érdeklődés, az nem csökken, hanem nő. Tehát, hogy itt a rendszerváltás után volt egy olyan konszenzus Magyarországon is, Kelet-Európában általában, hogy hát ez a múlt, és aztán ebből majd úgy kihajózunk. És az, hogy nem hajózunk ki, az nem amiatt van, mert mi valahogy így speciálisan elmaradtunk, hanem azért, mert ez ebből a folyamatból jön. És hogy ebből a szempontból, hogy milyen empirikus kutatások vannak csinálva Magyarországon, amik ezt a két dolgot együtt nézik, szerintem igen fontos ilyen új felvetés az, amit Margit és a Szombati Kristóf írtak Gyöngyös Patáról, mert az pont ezzel foglalkozik egy Magyarországon elég fontos eset kapcsán. Én tulajdonképpen egy picit leegyszerűsítettem, szeretném megragadni most ezt a dolgot, mert kezdünk nagyon bonyolult tüzekre evezni. És ami nem baj egyébként, mert ráadásul kutatni csak úgy lehet igazán. Úgyhogy én most inkább egy általánosabb, nagyobb léptékű képet szeretnék nézni. És ebben azt mondanám, hogy ugye, hogyha fölvesszük azt a vonalat, hogy ez itt a prekaritás társadalma, és fölvesszük hozzá Becknek nem a krízis társadalmát, hanem az individualizáció fogalmát, akkor ugye akkor azt látjuk magunk előtt, hogy itt hogy tulajdonképpen ezek az individualizált helyzetek
vagyis az osztály helyzeté össze nem álló individualizált helyzetek azok, amelyek prekarizálódnak. Következésképpen nincsen hol megfogni. Lehet, hogy lesz, de pillanatnyilag nem látható. Vagyis helyi kisebb ellenállásokat, meg nagyobb ellenállásokat is lehet csinálni, de igazából sehol nem látható pozitív kép, nincsen pozitív ötlet az egészre. Könnyen lehet, hogy nem abban a szakaszban vagyunk. Jó. Akkor most hadd menjek vissza egy másik szálhoz, amiről igazából egy említés szintjén esetedik szó, de engem érdekelne, és talán másokat is, hogy tulajdonképpen itt tényleg egy szélső bal, egy szélső jobb oldali válasz lehetőség dimenziójában mozgunk. Na most, amennyire én ezt a prekaritét értem, ez tulajdonképpen egyfajta önkény, egyfajta munkavállalói önkénynek az elemé. Tehát élmény szintjén tulajdonképpen ez így, nem tudom, hogy ezt jól érzem, hogy tulajdonképpen... Hát, úgy jó, tehát a másik oldalról önkény, egyik oldalról kiszolgáltatott. Ez jól értem. Úgy értettem, igen, tehát ez egy komplementer relációként. És ez az önkény, ez szerintem azért a rendszerváltás óta a munkavállalók, vagy kiszolgáltatottság, tehát ez a munkavállalóknak ez a kiszolgáltatottság a rendszerváltás óta, én nem gondolom, hogy egy új élmény lenne. Misi, akkor mindjárt meg is cáfol. Csak más szavakat használnék. Jó, akkor mi átadom a mikrofont. Na most azt szeretném kérdezni, hogy ez a kiszolgáltatottság egyrészt nem egy. Akkor miért van az vajon, hogy mégis most ez a generáció az, ami ezt a tapasztalatot tulajdonképpen a saját mozgolódása alapján teszi. A másik dolog pedig az, hogy tulajdonképpen ebben a két pólusban van-e mozgástér, és különös tekintet arra, hogy a rendszerváltás volt a Magyarországon, a liberalizmus az egy fontos politikai pólus volt, van-e mozgástér belépnie, és ha nincs, akkor miért? Ki mit gondol erről? Ugye sajnos most én nem a te kérdésedre válaszolok, hanem a szavaidat próbálom cserélgetni, vagy csiszolgatni, amennyiben azt gondolom, hogy a kiszolgáltatottság és az önkény az ugyan kétségtelenül jelen van, de mégsem alkalmas, általános fogalomnak ennek az egésznek a leírására. Mégpedig azért nem, mert hogy ennek vannak olyan rendszerelemei, amelyek nem önkényesek és nem kiszolgáltatottak, hanem arról van szó, hogy egy bizonyos fajta gazdasági folyamatok mennek végbe, meglehetős nagy gyorsasággal, tehát megváltozik ilyen értelemben a gazdasági környezet lehetősége, és erre valahogyan reagálni akarnak a szereplők. Aki ebben a helyzetben kiszolgáltatott, az, tehát el akarom menni a terminuságnak azt az élet, hogy a kiszolgáltatottság az egy személyi viszony, amit az önkény sugalmaz. Ez jelen van, persze, úgy is viselkednek, olyan az arroganciájuk, meg minden, ez igaz, de ettől még ők is reagálnak valamilyen helyzetre, amit nem szabad elfelejtenünk akkor, hogy személyes terminusokban, vagy interpersonális viszonyokra utaló terminusokban fejezzük ki magunkat. Önkény meg kiszolgáltatottság, hogy nyilván van egy olyan érvényes kritika a létezett szocializmussal kapcsolatban, hogy hát ugye az enyhén szóval nem munkásuralom volt, ebből a szempontból ők kiszolgáltatottak voltak, tehát az egy ilyen, ugye muszáj volt engedelmeskedni, meg úgy dolgozni, ahogy azt lehetővé tették és megkövetelték, de azért ez egy nagy különbség, hogy abból meg lehetett élni.
Tehát, hogy az meglehetősen nyomasztja az embereket most már, hogy nem tudják, hogy miből fognak megélni. Ez az egyik. A másik, hogy milyen helye lehet a liberalizmusban ebben a helyzetben, hogy én azt gondolom, hogy, a fő lehetőség, meg a korlát is abban van, hogy megmarad-e a liberalizmus annál az ötletnél, hogy politikailag elvileg mindenki egyenlő és politikai jogokról beszélünk, és azt a gazdasági helyzetet, ami van, és ami miatt az emberek nem tudnak megélni, és zavartak, meg frusztráltak, és belépnek szélsőbali pártokba, azzal nem foglalkozunk, mert azt egy természeti erőnek tekintjük. Ez szerintem egy korlát. Hogyha ezt átlépik, és már arról lesz szó, hogy lesz valakinek úgy joga élni egy országban, hogy az arról is szól, hogy valahogy oldjuk meg, hogy tudjon élni is, akkor nyilván az egy lehetőség. És még itt visszanyúlnék arra, hogy mi az, hogy kiszolgáltatottság meg önkény. Hogy ez egy állampolgári ügy is. Tehát, hogy ez nem csak a munkának meg a gazdaság politikától független mozgásának az ügye, hanem ez az a kérdés, hogy mondjuk pont a megreformált angol munkáspárt hoz olyan törvényeket, amik ezt a fajta kiszolgáltatottságot lehetővé teszik. Tehát kitalálják a PPP konstrukciót, ami nem csak nálunk őt úgy, hogy leszívták a cégek az állami vagyont, hanem ez erre volt kitalálva, eredetileg náluk is úgy működött. Kitalálták ezt a means testinget, hogy nem csak úgy kap az ember azért, mert állampolgár mindenféle segélyeket, hanem akkor neki mindenhova el kell járni, be kell bizonyítani, hogy jó ember, különben törvényesen megbüntetjük ezért. Ugyanúgy vitték tovább azt, hogy privatizálni lehet a mindenféle büntetés végrehajtást, amiben állandóan csak nő a populáció, mert emberek, ahogy kiesnek a rendes munkavégzés lehetőségéből, úgy megpróbálnak másból megélni, akkor azt a dolgot kriminalizáljuk, amit csinálnak, tehát mondjuk nem szabad az utcán csak úgy árulni dolgokat, mert vajon leadózza-e, és akkor bekerülnek egy ilyen büntetés végrehajtási rendszerbe, amiből az a cég, ami azt csinálja, az állam által hozott törvény miatt profitálni tud. Tehát, hogy ez mindig egyben van ez a kettő. Kevésbé leszek absztrakt, de azt gondolom, hogy az félrevezető volna, hogyha azt gondolnánk, hogy szélső bal és szélső jobb között kell keresni a liberalizmusnak a helyét. Én azt gondolom, hogy az, amit nem a szélső mondtam, jobb... Jó, akkor lehet, hogy félre akartam érteni, mert el akarom azt mondani, amit most mondom. Szóval én azt gondolom, hogy amit a szélső jobban látunk, az több annál. Tehát én azt gondolom, hogy ott a politikához való hozzászólás, a közéleti kérdésekbe való beleszólásnak egy egészen más módja szerveződik, mint ami a politikai palettának az összes többi részén van. Amit sok minden szolgál, tehát azt gondolom, hogy ott különböző szubkultúrák összeérnek, és nyilván tehát az utcát elfoglalják, tehát hogy nyilván ennek vannak korábbi előzményei is, de én azt hiszem, hogy azt legalábbis, amit Magyarországon látom, de nyilván ehhez hasonló történik Görögországban, és kicsit bonyolultabb a történet, ugye, mert ugyanezt az ilyen közös, vagy közösségi új politizásnak a módját nem csak a jobb oldal vindikálja, szélsőbb vindikálja magának, hanem ezt szeretné csinálni a baloldal is, de amit Magyarországon látunk, az biztos, hogy arról szól, hogy újra akarják, és szerintem ehhez hasonló dolgok történnek nyilván Franciaországban is, Hollandiában is, meg sok más helyen. Tehát, hogy inkább én azt gondolom, hogy arra kellene odafigyelni, hogy azok az igények, amelyekre másképp reagál a szélső jobboldal, azt gondolom, hogy ebben sok tekintetben egyetértek Ágival, azokra kellene baloldali meg liberális válaszokat adni, ahhoz, hogy ne az egész politikát fenekestől fordítsa fel az a fajta igény, amiben a szélső jobb meg ez a bizonytalanságtól táplált társadalmi ellenállás összetalálkozik. Még egy dolgot szeretnék mondani erre, ez egy
mozgalomkutató szempontból ez egy iszonyatosan érdekes ügy, hogy tényleg amiket egyszer emberek elkezdenek csinálni így alulról. Tehát nem úgy, ahogy egy politológus gondolkozik, de az közélet. Akkor milyen műfajok születnek az interakciónak, meg egyáltalán mi legitim, meg hogy mondjuk, meg azt hogy beszéljük, meg ki dönti el, ki képviseli, stb. Ebből a szempontból most világszerte iszonyú nagy zsongás van. Az egyik sokat emlegetett új műfaj, amit feltaláltak, ez az Occupy-féle mozgalom, ahol úgy mozgalmárkodnak, hogy le van tiltva, hogy valaki azt képviselje, hanem milyen általános gyűlések vannak, és azon mindig konszenzussal döntik el. De hogyha történeti példákat nézünk, akkor mindig az látszik, hogy igazából ezek a műfajok kevésbé meghatározók. Hát inkább az meghatározó, amit mondtál, hogy mi az a kezdeti igény, az a megváltoztatatlan dolog, ami az alapjánál van. Tehát mondjuk azt, hogy zavarja őket, hogy nincs amiből megéljenek. És az, hogy milyen műfajok termelődnek ki, azok inkább egy mozgalomnak az egymást követő szakaszainak tűnnek. Hát ennek az egyik ilyen paradigmatikus példa, amit az E.P. Thompson leír az angol munkásosztály kialakulásával, ahol a legelején valamilyen millenarista vallási őrületnek tűnő mozgalmak beszélnek arról a helyzetről, ami történik. Aztán van olyan artikulációs forma, amikor a gépeket rombolnak, és ez egy hosszú folyamat, amíg ennek lesz valami olyan fajta politikai artikulációja, hogy azzal be tudnak lépni a politikai térbe. Tehát azt gondolom, hogy itt még nagyon sok van előre, amíg kiderül, hogy ezekből hogy lesz politika. Ez kicsit ilyen magunk megnyugtatásának is szántam, hogy hát ha nem abból kell leszűrni, hogy milyen lesz a jövő, hogy amilyen módon most mondjuk egy ilyen jobbik gyűlés zajlik. Jó, azt szeretném még megkérdezni, utána át fogom adni ha válaszoltok, akkor utána át fogom adni a szót a közönségnek is kérdésre, hogy ugye, ha jól értem, akkor tulajdonképpen ebben alapvetően egyetértés van köztetek, hogy igazából ez a fajta kiszolgáltatottság élmény, ez egy kulcsmondana. Azt szeretném kérdezni, hogy többen is sokat mozogtatok roma terepeken, hogy ugye azok a társadalmi csoportok, akik igazán régóta és sok szempontból talán a legkiszolgáltatottabb körülmények között élnek, ők vajon mennyire lehetnek alanyai ennek az egésznek? Úgyhogy Cili említetted, hogy nincsen egyelőre olyan kategória, ami felülírhatná a cigány-magyar közti megkülönböztetést. Ez lehet-e egy ilyesmi, vagy mit gondoljunk erről szerintetek? Hát, hogy tulajdonképpen ezeknek a mozgalmaknak mennyire lehetnek megszólítottjai vagy alanyai? Hát, mivel jó, hát ez közegről közel változik ennek a mértéke, de sokszor azt látom, hogy ez a bizonytalanság, meg kiszolgáltatottságnak éppen a ellenszere valamennyire ez a cigány-magyar különbségtétel, és így azért elég nehéz, mert pozícióknak megtartása, erőforrások elosztása, hogy ki dolgozik, kinek kiszorul ki ebből a munkából, kinek nem adjuk meg azt a munka lehetőséget, hogy nekünk egy kicsi maradjon, ez a cigány magyar különbségtételen dől el. Végül is, tehát, hogy ez a különbség olyan erős ezeken a helyeken, hogy ennek a megborulása már önmagában egy olyan kiszolgáltatottság érzetet nyújt, ami aztán felerősíti az összes mindent, amiről itt beszélünk, sőt, annak a megtestesítője, hogy mondjam, tehát amin keresztül ezeket el lehet beszélni egyáltalán, mert én azt se látom nagyon, hogy erre a kiszolgáltatottság érzés lenne nyelv. Vagy hogy ilyen a másik, meg ami még előbb az Ági kapcsán is felmerült bennem, hogy végis hogy lesz az ellenállásból, meg a ezekből a stratégiákból politika, tehát hogy tehát amit én látok így sokszor az a csomó elnyomásnak, meg frusztrációérzésnek re a válasz, az mondjuk ami már bűnözésnek számít, mondjuk a utcai erőszak, vagy a leütéses rablás, tehát ezen tényleg így sokat gondolkozom, hogy ezek számomra nyilvánvalóan ellenállási formák, meg kis apró győzelmek, de hogy ebből hogy lehet politikát csinálni, vagy hogy lehet
ezt valami már, ezt a... Nem tudom, ez csak egy kérdés. Még valaki esetleg szeretne az asztalt? Szerintem hagyd. Akkor viszont megnyitám a kérdezést mindenkinek. Nekem egy kérdésem lenne. Az LMP, az mi nem tud? Egy frissen keleti nem volt szó az LMP-ről. És mi az LMP miért nem tud mozgalomként működni, hiszen őt nem terheli a szocialista múlt, és közben magukat is nagyon aktívan baloldaliaknak tételezik. Szeretne válaszolni? Én azt hiszem, hogy nagyon egyszerű válaszom volt. Azért, mert bérbe folytották, vagy bérbe szakították, vagy nem tudom, ezt a fajta szerveződését, szóval... Én azt gondolom, hogy volt egy olyan folyamat, ami ebbe az irányba mutatott. Ennek a folyamatnak a jelentős eredménye az a siker, amit a parlamenti választásokon learattak. És az, hogy ez nem folytatódott, az ennek a rosszul sikerült parlamenti politizálásnak a következménye. Szóval a bázis szervezetektől sikerült nagyon gyorsan megszabadulni, hogy a parlamentbe kerültek. De ez egy leegyszerűsített kép valószínűleg, ennek ellenére én így gondolom. Még van ki a pangélemény erről? Csak annyi, hogy azt mondtad, hogy látványosan baloldali, vagy mit? Hát ők szerintem próbálják magukat részben baloldalnak pozíciálni, vagy legalábbis részleteik. Mint ugye, tehát, hogyha most a Schering Gábornak valaki olvasta a mostani írásait, állandóan álbaloldalozza az MSZP-t, ami mögött persze az a feltételezés, hogy ők... Az addig rendben az van, az de... Mitől baloldaliak ők? Az nem látszik. Jó, hát egy ilyen nagyon egyszerű mozgalomépítés stratégia szempontból. Az LMP-nek volt egy bázisa, ez a zöld mozgalom volt, ennek különbözött az ideológiája szerint, hogy vidéki vagy fővárosi szervezetek voltak. A fővárosi szervezet az a főleg a védegyletes, a globalizáció kritikus centrum, az inkább baloldali gazdaságilag. Én úgy érzékeltem, de ezt csak ilyen benyomások alapján, hogy ez a... Tehát, hogy a vidéki zöldek azok inkább konzervatívak, de nem gazdaságilag, hanem inkább ideológiai. Tehát ez a polgári, jobboldali zöld hagyomány. És ez az ideológiai probléma, hogy akkor most nem világos, azt én erre vezetem vissza, hogy ezt így nem sikerült azóta se valamilyen irányba eldönteni. De hogy ez egy meglévő bázis, amire ráépült a párt, és én úgy érzem, hogy azóta nem lett új bázis, mert ahhoz meg kellett volna legyen, hogy mi az az irány, amire aztán csináljuk a bázist. És ami máig látszik, az, hogy olyan fajta fordítás az LMP-be, hogy most lefordítjuk a lényegét annak, amit mondunk, olyan nyelvre, amit meg lehet érteni Magyarországon csak úgy, mert ezt nekik mondjuk, és ez az ő helyzetükről szól. Ez a fajta igyekezet, vagy szándék, ez nem létezik. Egy ilyen kreatívos, tehát hogy csinálunk szlogeneket, meg guerrilla marketinget, ilyen szinten létezik, de olyan szinten, hogy mondjuk például azt a fő fogalmat, amit az NP használ, hogy állampolgár, amivel senki nem kell fel úgy, hogy én állampolgár vagyok. Tehát erre nehéz egy kampányt ráépíteni, hogy azt nem cserélik le a fő aktort. Abban, ahogy ők beszélnek a közegükkel. Tehát, hogy én nem érzékelem, hogy van egy ilyen projekt, ami erre kiépül, de ezt nem tudom. Úgyhogy aki ezt jól tudja, a közönségbe az akár javítson is ki. Jó, más kérdés? Én szeretnék egyrészt szülőként, másrészt tanárként egy kicsit visszakanyarodni az eredeti témához, mert egy kicsit beszélgetünk. Tőle, és hát tulajdonképpen az elején elhangzottakhoz kapcsolódnék. Szülőként én olyan borzasztó dolgokat éltem meg, 5 gyereket nevelek, 3 fiú, 2 lány. A 3 fiam tökéletes liberális nevelés mellett, tehát úgy, hogy ha valamibe, akkor ebbe a feleségemmel
együttműködtünk, abszolút. Kurucinfón nevelkednek, és az hat rájuk, mi nem hatunk rájuk. Cigányoznak, zsidóznak, és rettenetes kudarcként élem meg ezt. Tehát igen, hogy mennyire tudatos az a törekvés, amivel az én fiaimat például lényegében elvették tőlem, ezt nem tudom, de hogy sokkal nagyobb erők működnek, mint amit én be tudtam vetni, ez biztos. Ez az egyik. Akkor a tanárként szeretnék hozzászólni másrészt, hogy hát igen, kiszolgáltatott helyzetben van egy tanár, tehát amikor egy ilyen rettenetesen megosztott országban élünk, és félti mindenki az egzisztenciáját, hát az lenne a csoda, hogyha valaki tudna higgadtan ezekről a kérdésekről a fiatalokkal beszélgetni. Na, tetejében mondjuk elég speciális helyzetben vagyok, hogy 15 éve egyházi gimnáziumokban tanítok, ott vagyok liberális, ugye, tehát azért az megint nem sok társam van, akikkel politizálni tudok egyáltalán egy sör mellett. Mindig akad azért, akivel lehet, de kevesen vagyok. Tehát azt gondolom, hogy és hihetetlen, tehetetlennek érzi magát az ember, hogy közben hallja a magyar bálintozást, a Killer Istvánozást, a gyurcsányozást, de ő meg nem mondhatja el csak a higgadt véleményét emellett. Tehát legalábbis, hogyha nem akarja magát kiszolgáltatni teljesen. Hát ennyit így felvillantásként, és én egyébként a beszélgetésből hiányolom, ami miatt ide jöttem, tehát én keveset kaptam abból a szempontból, hogy én tanár például, hogy egy kicsit könnyebb legyen nekem ez ügybe, hogy mi a túlót csináljak a fiatalokkal, hogy ne legyenek teljesen kiszolgáltatva ezeknek a teljesen elvadult eszméknek. Milyen a gimnázium maga ilyen szempontból? Hál' Istennek nem, legalábbis mostanában nem nagyon folyik politizálás, de most mi, hogy érted? Hogy a gimnáziumban milyen az alapállás tulajdonképpen a nem liberálisoktól, vagy a vezetőségtől? Itt egy éve vagyok, tehát nem is ismerem kellően a terepet, de sokféle természetesen. Azt gondolom, hogy a fiatalok, akik eléggé hallgatnak, azok között azért van, aki kevésbé fújná azt a követ. Azt mondom, de még nem jutottam el olyan viszonyra, hogy lehessen egy sör mellett. Köszönjük a kérdést, ki szeretne válaszolni? Vagy hozzászólást. Engem nagyon megérintett a kérdés, és igazat is van, hogy erről többet kellene beszélni, úgyhogy vegyük ezt jó apropónak, és próbáljuk meg innen folytatni. Én azt gondolom, hogy az a probléma, amivel egy tanár szembesül, egy megosztott társadalomban, hogy tud társadalmi kérdésekről beszélni, ez valószínűleg más országokban is felmerült, és én mondjuk, Isten igazából politikai kérdésekről nem tudom, de azt tudom mondjuk, hogy ilyen interkulturális kommunikációs programokkal hogyan próbálják mondjuk a legkülönbözőbb helyeken azt elérni, hogy azok a konfliktusok, amelyek között élnek a gyerekek, Párizs vagy Berlin vagy akárminek az utcáin, azokat ne kizárják, vagy ne a szünetben kelljen csak megbeszélni, hanem jól átgondolt módon az osztályteremben legyenek újra játszva ezek a történetek. De ehhez nyilván kell egy konszenzus arról, mondjuk egy iskolában, hogy erről egyáltalán valami jótékony módon beszéljenek. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy lehet elérni, hogy ez a konszenzus létrejöjjön, mert utána már valószínűleg könnyebb a technikáján gondolkodni, hogyha így azt gondoljuk, hogyha nem is tudjuk, hogy mi a vége, mert van, aki multikultit akar, valaki meg azt gondolja, hogy korlátozni kell a, nem tudom, a kulturális sokféleségnek a szabadságát, mondjuk az otthonra, vagy nem tudom.
Szóval én azt gondolom, hogy azt csinálhatnánk például, hogy ezeket a recepteket nézni és elkezdeni azok nyomán beszélni arról, hogy mi volna, hogyha mi is hasonlóképpen tennénk. Az első kérdés az azért érintett meg nagyon, mert minél többet interjúzok és beszélgetek ilyen fiatalokkal, akiket nagyon nehéz elérni, mert Misihez hasonlóan én is azt tapasztalom, hogy ha azt mondom, hogy társadalmi, politikai kérdésekről szeretnék egy interjús helyzetben beszélgetni fiatalokkal, akkor hát minden harmadik jön össze. Tehát megígérik, és nem jönnek el, megígérik, és nem jönnek el. Szóval nagyon erős ez a mintakövetés, hogy ők se akarnak beszélni mások jelenlétében róla. De hogyha létrejön ez a beszélgetés, akkor azt tapasztalom, hogy a legkülönbözőbb helyen szerveződő fiatalokból álló közösségek, lett légyen egyházi, cserkész, hagyományőrző, tehát azokat mondom, amelyek egyáltalán léteznek ebben az országban. Tehát az ember elmegy Miskolcra, vagy elmegy Villányba, vagy nem tudom, ilyen fiatal közösségek léteznek. Szóval ezek a közösségek teljes konszenzusban vannak az alapvető politikai kérdések tekintetében. Tehát, hogy amit tudom, hogy nem igaz, csak ezt tapasztalom én is. Tehát, hogy akármilyen hagyományőrzőket szólítunk meg. Tehát legutóbb azt tapasztaltam, hogy a Miskolci Egyetem hagyományőrzőit szólítottuk meg, és ugyanez a konszenzus jött politikai kérdések tekintetében. Ja, akkor még valaki ehhez hozzászólni, ugye egy nagyon praktikus... Hozzá szeretnék szólni, csak nem szükséges, hogy valaki. Ja, jó, akkor te azt értettem egy másikhoz. Én ugye egyetértek azzal, amit Ági mond, hogy ez a prekerité, ez egy trend, amely az egész globalizált világban különböző módokon jelenik meg, de megjelenik. És nagyon tetszik ez az elemzés, a megállapítás. Azonban én mindig azt érzem, hogy ami helyi helyzetünket és annak specificitásait nem dolgoztuk és nem dolgoztuk fel. Tehát én visszamennék egy kicsit, foglalj meg egy hipotézist. A hipotézisem az, hogy a baloldal, a liberális, nem tudom minek nevezzük ezt az egész konglomerátumot, képtelen foglalkozni a nemzeti kérdéssel. Az magyar identitás kérdésével. Egyszerűen az internacionalizmus nem engedte meg annak idején, azon kívül a szovjet modellben a nemzeti kérdés az egy rendkívül érzékeny és az egész modellre gondoló robbanásként valami, ennek következtében folklorizálták a nemzeti kérdést. Szóval, hogy itt egy olyan folyamatról van szó, amelynek a végeredményét látjuk, de nem nagyon néztük meg az okát. És azt hiszem, hogy a úgynevezett szocialista rendszer időszakában elnyomott tilos diskurzusok búvópatakként jönnek elő most, és a fiaid azok szerintem emiatt mennek oda, ahova elmentek, mert nincs már diskurzus. Nincs alternatív diskurzus. A jobb oldal nagyon megértette azt, hogy a közösség létrehozása nagyon fontos. Hát ne felejtsük el azt, hogy mégis polgári köröket szerveztek a Fideszék éveken át. Nem olyan sok éven át, ez egy nagyon szomorú dolog, hogy ezt nagyon gyorsan ott hagyták, és azokat a köröket vették fel. Bocsánat, azokat a hálózatokat vette át a Jobbik, és öltözött velük. Pont ezt akartam mondani, de bocsáss meg! A lényeg az, hogy egy politikai erő lement, hogy így mondjam, effektíve szervezni, amikor a liberális, baloldali hatalmi struktúra az ült a fenekén és nézte, mint sok, mint más, a rendőrök magatartását, a roma gyilkosságokat, stb. Tehát, illetve a Jobbik magatartását, stb. Tehát itt van egy olyan szubjektív faktor, hogy így mondjam, ebben az egész játékban, amelynek az ellenzését nem látom sehol.
a publikus diskurzusban? Egyáltalán nem látom ezt a kérdést. Tehát egyrészt a 40 évnek az elemzését ebből a szempontból, mert más szempontból sem nagyon van, de legalább ebből lehetne. Nekem régen kialakult egy jelszó az életemben, ami úgy hangzik, hogy senki sem hajlandó meghalni a GDP 1%-os növeléséért. Az emberek egy zászlóért halnak meg, egy gondolatért hajlandók meghalni. Az mozgósít, hogy magyarul beszéljek. És ilyen mozgósítási zászlót valóban csak az évtizedeken át elnyomott nacionalizmus tudjuk. Na most, ha ezt az elemzést nem tesszük meg, és ez nem szocializálódik ez az elemzés, akkor ott vagyunk a Mádi barátunk. Hát, ne legyek antiszemita. Szóval, egy mentális blokkot látok a magyar diskurzusban, ebben az egész témában, és ez volt az egyik téma. A másik, nagyon röviden, a másik, ami a cigány-magyar viszonyt illeti, az a meggyőződésem, hogy nem úgy, mint más környező országok cigány közösségében. A magyarországi cigány közösség asszimilálódása az sokkal intenzívebben történt, talán évszázadokon át, mint ami a volt ottomán impériumban történt. Ebben nem akarok most belemenni, csak annyiban, hogy ez abból a szempontból csak, hogy az etnikai politizálásnak a gondolata, amely, ahogy mondod, érlelődik az akciókban, a személyes, de hogy nem formálódik meg, semmilyen formát nem kap. Szerintem itt a roma értelmiségnek rettenetes bűne 20 év volt, hogy semmilyen stratégiája nincs, mert nincs etnikai bázisú gondolkodása, mert nincs etnikai tudat, szélesen elterjedt etnikai tudat, negatív tudat van a cigány tudatban, de nem nincsenek még azok a politikai erők a cigányok között, amelyek ezt pozitívan tudják megfogalmazni, mint érdekvédelem vagy hang megfogalmazása. Én azt hiszem, hogy ez a tudat lassan napvilágot lát, különböző szinteken, és hogy igaz, hogy én 20 év óta ezt a maraságot ismétlem állandóan, de hogy úgy néz ki, hogy emiatt, a cezúra miatt, amiről beszélsz, nincs más útja annak, hogy a romák valamilyen módon hangjuk legyen, mint egy etnikai szerveződés, politikai szerveződés a hatalom megszerzése érdekében. Még azt mondom, hogy a hatalom, akkor nem a világhatalomra gondolok, hanem saját garöcsögén a polgármesterséget, vagy mit tudom én. Tehát, hogy valamilyen képviselete legyen ennek a közösségnek. Utolsó gondolat. Én arra gondoltam, hogy a roma gyilkosságok után, hogy ez hozzá fog járulni ennek a tudatnak, ennek a tendenciának a kialakulása érdek. Szóval valami történni fog. Sajnos nem. Ami azt mondja, vagy alig. Hát ez történni fog, ezek szerintem... Mert hogy ez a roma gyilkosság is valami volt egy csomó más jelenség mellett, meg következményeképpen, meg nem tudom. És az, hogy valami történni fog, az ennél szerintem sokkal lassabb meg. Persze. Hát ez az Itt vagyunk mozgalom például, a népszámlálás mozgalom, az is egy olyan, ami a láthatóságra, nem is az etnikai, politikai mozgalomra, de a láthatóságra épít, meg a jelenlétre, és kevésbé az asszimilációra, tehát hogy ezek ilyen... De ha itt vagyunk, akkor nem asszimilálódtunk. Tehát, hogy mondjam, vagy itt mint vagyunk, cigányok vagyunk az ország részei. Igen, igen. De az ország részei, mint cigány, igen, és nem, igen, mint magyar. Igen. Szóval ez egy fontos elem. Erre akar-e valaki válaszolni? Nem? Erre? Igen, hát ami eddig elhangzott. Akar?
nem a nagy kérdésekhez, csak igazából egy reklámot beszúrnék, hogy ez a kis műhelyünk, a helyzet műhelyzik, azért pont erre alapult, hogy jó van ez a nagy kép, hogy máshol is hasonló nyomással nagyjából hasonló történnek, de közben mégsem ugyanaz, mi mégis csak meg akarjuk érteni itt helyet, hogy mi történik, és hogy ez a kettő így nem nagyon volt összerendezve az utóbbi években, és hogy mi pont ezt szeretnénk csinálni, és azt látjuk, hogy a környező országokban azok a fiatalok, akik velünk vannak egy státuszban, tehát hogy jöttek-mentek, de azért mégiscsak így szeretnének élni, meg gondolkozni, ők is ugyanebből vannak, és azért nekünk nagyon érdekes egymással beszélni, tehát hogy ez így úgy tűnik, hogy történőben van. Jó, nagyon sokan jelentkeztek, nem tudom, ki volt az első. Parancsolj. Ja, és akkor azt szeretném mondani, hogy... nincs alternatíva a tradicionális gondolkodásnak, ezért van, mert tulajdonképpen az úgynevezett liberalizmus tulajdonképpen egy kaotikus halmaz gondolataiból áll, mert tulajdonképpen a liberálisok, amit rengeteg gyűléseken részt veszem, és akkor a liberálisok nem tudják, hogy antikapitalizmus, hogy antikapitalistak-e, azután nem tudja, vagy máskor beszél, vagy sok antikapitalista és antikapitalizmus van, de azután beszélnek, hogy a szabad piacgazdaságról is beszélnek, van olyan, aki nagyon akarják, hogy erősödjön az állam apparátus, van olyan, aki éppen ellen, van olyan, aki a decentralizáció gondolatai inkább támasztja. Szóval annyira esze-vissza ez az egész liberalizmus kérdés, hogy szerintem ez ír a liberalizmus, nem tudja mondani egy liberális ember, hogy tulajdonképpen mi kapitalizmus helyett van valami más, például, hogy milyen fajta kapitalizmus kell, vagy hogy kell demokratizálni a kapitalizmus, hogy kell demokratizálni a gazdaságot. Szóval rengeteg kérdés, ez a fő probléma, hogy nincs alternatíva a hagyományos jobboldali gondolkodásnak. Sok mindenről beszélünk, liberalizmus akarjuk, mert én látok, hogy egy csomó, maguk beszélnek egy csomó tüneteiről, a gazdasági tünetek, probléma tüneteiről, ahogy nagyon szeretnék, hogy újra lendületben gyere a liberalizmus, sok minden akarunk, de egy csomó morális kérdésekről is beszélnek, de tulajdonképpen maga egy modell, egy általános filozófiai, ideológiai modell, de hogy mit kell csinálni, mit kell gondolni a következő időkre, ez tulajdonképpen sehol nincsen. Ha jól értem, ez a második válasz, a kérdés, ami tulajdonképpen a praktikum irányába szeretné eltolni a beszélgetést. Nem tudom, van-e valakinek a részről közül lehet hozzáfűzni valója. Jönnek a kérdések, mindjárt csak mindig megkérdezem elő. Be kell zárni? Hánykor kell bezárnunk? Ja, jó, akkor először megkérdezek titeket, vagy ti mondja, hogyha valakinek el kell menni, menjen nyugodtan, meg ezt is értettek. Jó, oké. Akkor akartok-e ezt valamit mondani? Nem? Akkor a következő kérdező, nem tudom ki volt, akkor viszont arra kérek mindenkit, hogy a lehetőség szerint minél rövidebben. Én azt kérdezem sokszor magunkat, akik itt vannak, azokat is megkérdezem, hogy van-e, vagy volt-e valaha cigány barátja. Nagyon vén az itt, de én nem ismerek a környezetemben egyetlen egy ember. Most úgy, aki tényleg fölhívhatom, hogy nem jössz fel vacsorázni, vagy nem megyünk el moziba, vagy nem tudom, tehát van egy csomó jazzzenész, népzenész, rengeteg fajta barátom valakikkel találkozom, de csak ott más. Soha nem láttam még cigányokat eljönni ilyen, más, hasonló vagy nem hasonló este. Még jazz vagy népzenei koncertre sem, az nem cigány kultúrával kapcsolatos. Tehát semmilyen személyes tapasztalatom nincsen cigányokkal. Mutassatok itt valakit, aki
látott ide beesni egy cigányt. Bocsánat, elnézést, nagyon sokféle ember nincs, pedig hányan vagyunk. De cigányban, az a lakosság 8%-a Magyarországon. Jó, kívánom erre valaki reflektálni. Várj elő, mint szerintem. Egyébként nekem van cigánybarátom, mert jó, most talán ez nem vezet túl messzire. Akarsz ezt felepézni valamit, vagy valaki? Egy mondatot lehet szólni? Lehet, de ez cigány. Előbb, hadd mondjam. Ja, bocsánat, te akartál szólni. Hát, és azt hiszem értem a kérdést, és hasonló kérdést tettem föl abba a fakba, ahol utatok egy férfinek, aki magyar, hogy iszogattunk meg minden, és akkor egy idő után ő tudta, hogy ott laktam a telepen, meg most is ott, mert amikor ott voltam, akkor is ott lakok, meg és olyan helyekre járok a faluba, ahova ő nem, és ezt valamennyire tiszteletbe is tartotta, és akkor előjött ez a téma, iszogattunk, és elkezdte mondani, hogy ő akárhányszor kapcsolatba keveredett cigányokkal, hogy mindig átbaszták, és hogy ugye ezeknek a vérükben van a bűnözés, meg a lopás, meg a hazugság, meg mit tudom én, és akkor és ugyanezt kérdeztem tőle, mert arra próbáltam fel, vagy mondtam neki, hogy jó, de hogyha belegondolsz, te mindig ugyanolyan szituációkba találkozol ezekkel az emberekkel, és hogy megkérdezem tőled, hogy el tudod-e képzelni, vagy volt-e olyan, hogy a Robi, akinél laktunk, vagy mondtam pár nevet, hogy itt üljön a konyhádba, és így beszélgessen vele, tehát így beszélgessetek, mint mi most. És akkor miért én így értettem ezt a... Így hogy tényleg nagyon szűkek azok a szituációk, amikor cigányként, meg magyarként vannak olyan szituációk nyilván, amikor ez nem jelentős, meg elmosódik, meg nem érdekes, de hogy tényleg nagyon szűk, és nagyon kevés, és nagyon sematikusak azok a szituációk, ahol cigányként és magyarként találkozunk egymással, és ugyanazokat a társadalmi tapasztalatokat termelik újra és újra, és nyilván aztán erre mondják, hogy előítélet, mert aztán már egy ilyen berögzött valami lesz, és én így értem. Én nekem ez a válaszom erre a kérdés, erre a felvetésre. Én még egy ilyen nagyon rövid egyszerűen mondok, hogy amikor az ember ilyen most én úgy veszem, hogy ez egy olyan hely, ahol nagyjából olyan szempontból egy mozgalmi hely, hogy itt arról van szó, hogy mi történt a liberalizmusra, ami nekünk a természetes közegünk van, hogy miért esett így le, és mit lehet csinálni, hogy ez megjavuljon. Ez nyilván begyűjti azokat az embereket, akik ezzel foglalkoznak, csak szeretném mesélni, hogy minden mozgalmi helyzetben be vagyok, ezt felszokott merülni ez a kérdés, tehát mondjuk hajléktalanokkal foglalkoznak, vagy bármilyen más lehetséges mozgalmi ügyel, akkor felmerül, hogy végül is milyen alapon nektek van munkásbarátotok? Ti aludtatok már hajléktalannal? Tehát ugye az van, hogy amíg az emberek így azért, mert érdekel minket egy téma, és összeülünk ötletelni, mert mi egy olyan réteg vagyunk, akiket ez a téma eleve kiválogat magának, olyan szinten nem érdemes ilyen morális skrupulosokat kelteni magunkban, hogy miért nincsenek nekünk kontaktjaink, mert a társadalomnak különböző helyein élünk, és az nyilván is sokkal nagyobb ilyen rendszerezett erőfeszítést követel, meg szervezés, hogy most ne ezen a témán, hanem mondjuk a munkás témán lejátszva, egy olyan értelmiségi középosztályi projekt, ami esetleg meg politikai projekt is, és arról szól, hogy legyen nagyobb egyenlőség, az össze tudjon kapcsolódni munkásokkal, akik nem abba a pozícióba jönnek, mint ahol ez az ötlet ki lett találva. Ezek 100 évek. Tehát... Elnézést, nem ismerek cigányvasút modellezőt, vagy nem ismerek olyas valakit, aki kísérletezik a mezőgazdaságban, vagy komikus vagy színész. Lépjünk túl, hát jár, sokan akartak kérdezni, ő már. Nekem valóban kérdésem volna... Nem hallják. Valóban kérdésem volna. Tehát a
Domokosnak levegőben maradt egy kérdése. Eddig alapvetően a bal oldalról, illetve a jobb oldali pártokról volt szó. Szóval fiatalok mindjárt tudják mobilizálni a 4K, az LMP, illetve a Jobbik. És Domokosnak az a levegőben maradt kérdése, hogy a liberális pártokkal mi a helyzet. Konkrétan az a kérdés, hogy pontosítsam, hogy mit gondolok liberális pártot, tehát mi az esélye annak, hogy gazdasági értelemben, szerintetek mi az esélye annak, hogy gazdasági értelemben egy ilyen piacosító, piacfelszabadító liberális pártok megerősödjenek, kialakuljanak Magyarországon. És hogy a fiatalokat mozgósítani tudják? Hát felteszem az a háttér megfontolom. Van-e valakinek erre hozzászólása? Mindjárt Gábor aztán. De nem túl okos hozzászólás, azt gondolom, szerintem arra van esély, hogyha valahogy nagyon elszántan kezdi szervezni ezt egy maga, akkor egy nagyvárosi szubkultúra legyen, és mind erősebb nagyvárosi szubkultúra legyen belőle. De hogy ebből hogy lépjen ki, jelenlegi gazdasági és társadalmi, szerintem arra én nem látok esélyt, azért szurkolok, hogy minél erősebb szubkultúra legyen. Gábor? Igazából megint csak egy sok előbb az elejére, hogy van-e, hogy felmerült, hogy egy jobb oldasz és jobb közösségteremtő erő, hogy ez tartalmilag, ez konkrétan mit jelent, hogy egy nyelvet beszélünk, egy honlapot olvasunk, főleg itt ez a fiatalabb 15-18 év, hogy hol vannak ennek a közössége? Nyilván nem járnak szerintem, vagy nem tudom, táborozni. De járnak? Ezekről keveset tudok, hogy erről, hogyha egy pár szót. Vagy ez szerintem mindenkinek. Ezt az ember nem Budapesten nézi, hanem vidéken, akkor igazából fordítva a kérdés, hogy aki jár táborozni, az ilyen közösségekhez tartozik. Ezek a közösségek működnek, tehát ezt próbálom mondani, és a kulcs, amit én megtaláltam, az, hogy picit több, mint amit az András mondott, azt mondta, hogy a nemzetdiskurzusa nem, szóval én azt gondolom, hogy ezt annyira kommentált, hogy ez ad valahogy méltóságot olyan embereknek, akiknek nincs más erőforrásuk méltóságra jutni, vagy méltóságra szertenni. És még ezt is jobban érteném, ott szokott megállni az eszem, amikor azt látom, hogy olyanok, akiknek van más erőforrásuk. Szóval a közelmúltban interjúztam valakivel, aki egy orvosházas pár gyereke, és középkori fegyvereket gyárt annak a magyarság eszmének a megvédése érdekében, amiben ő és a maga közössége hisz. És hogyha az ember az adott településen megnézi, hogy milyen közösség működik, tehát egyszerűen így hólabda módszerrel megnéztem, hogy abban a kisvárosban, ha egy gyerek elkezd érdeklődni, hogy ha közösségbe akar járni, akkor kettő van, és ebből ez az egyik, akik ilyen közép... Milyen másik? Az a Cserkészen. Tehát igazából, tehát azt mondom, hogy ez ad valahogy méltóságot, és a másik dolog pedig, hogy jól érzik magukat benne. Tehát, hogy közösséget, jó érzetet, méltóságot. Csak ennyit. Parancsolj! Kicsit csak hozzá szeretném tenni azt, amit az Ági mondott, és amit te mondtál, hogy talán azzal is nyernek, hogy el van magyarázva a téma, vagy az a terület, amiben mozognak, amiben nagyon sokan nem tesznek energiát. Tehát az iskolában nincs elmagyarázva semmi, mert ott csönd van, vagy kus, ahogy mondaná Cili. Nincs semmi megbeszélve, ott meg el van neki magyarázva az ő nyelvén, és akkor ettől jól érzi magát, hisz a gyerek is, amikor elmagyarázzák neki, akkor jól van, hogy mi történik. Tehát, hogy itt azért van egy elképesztő, okos pszichológia, ha lehet így mondani, és ez nyerő lehet
hosszú távon. Szerintem nem elmagyarázva van, ez nem egy intellektuális, vagy lehet, hogy nem azt akarsz, ennek egy performatív ereje van, el van játszva. Tehát, hogy eljátsszuk magunkat magyarnak, eljátsszuk olyannak, mintha Mátyás királlyal azonosulnánk, csupa olyan dolgot játszunk el, amitől magunkat nagynak tudjuk gondolni. És nem működik az a kapcsolat, hogy én azt mondom, amikor a nagy magyarországos polóra rákérdezek, hogy és akik ott laknak azokon a területeken, amelyek a mai túl vannak. Szóval nem jut el ez a kritika, meg ez intel, mert ennek a nagysága a fontos. Szerintem az is eszenciális, hogy ezt a iszonyú hiátust, ami az oktatásban van, hogy a méltóság, mint olyan ma Magyarországon, ez nem csak ma, hanem sokkal régebben visszamenőleg, ez egy iszonyú hiátus itt Magyarországon, szerintem, hogy méltóság nincs. Uh-huh. És bocsánat, hogy ilyen nagyon vulgárisban mondom, de tényleg ilyen zsigeri ez a megélt élmény most ebben a programban. Köszönjük, Misi! Még hozzá szeretném tenni valamit, ami tulajdonképpen nem politikai természetű, ellenben figyelembe kell venni, különösen ebben a korosztályban. Az, hogy kedves szülőtársam és pedagógus társam szavaira is visszautalva, hát a serdülőkor egyik leglényegesebb mozzanata ugye az, hogy minden eszközt megragadjon az a kedves gyermek, hogy leváljon a szülőről, és lehetőleg határozottan distanciálja magát. Ennek a politikai szocializációt tekintetében a relevanciáját a hollandok elég régen kutatták, és kimutatták, hogy ez a tényező elég erősen figyelembe vehető. És ráadásul még egy, a dolog macsó jellege. Az szintén ugye különösen fiú gyermekekre határozott vonzással bír. Tehát figyelembe kell venni olyan életkori és szocializációs hatásokat, amelyek nem politikai természetűek, hanem itt mindenképp, de erősen közbejátszhatnak ezzel. És akkor hadd mondjak el egy példát még, ami nem gyengíti egy csöppet sem, amit mondott, hanem csak mellé áll, más színben más. Francia barátom mesélte kedves leányának esetét, aki jelenleg ugye egyetemista, és aki a sok burjázó szélső baloldali mozgalmacskának valamelyikének az aktivistája, lelkes tagja. Apja egy baloldali ember, de hát nem ezen a szélsőséges sávon működik. Úgyhogy eldöntött dolog kettőjük között, hogy ők lehetőleg együtt nem politizálnak, mert abból nagy vetekedés lesz. De néha azért előfordul, és erről mondta el azt a dolgot, hogy ugye vitatkoznak, hoz érveket, stb. És amikor kedves leánya megakad, akkor a vitát megszakítják, elszalad az elvtársakhoz, akikkel együtt alkotja a csapatot, megkonzultálja, hogy hova jutott az apjával, és mi lehet erre a válasz, akkor visszajön a válaszszal, megvitatják újra a dolgot, megint eljutnak valameddig, és akkor folyik ez az inga játék, ami itt megy. Ezzel csak a példát csak azért idéztem föl, mert ez nem csak barnában van, hanem van vörösben is. Az, hogy a gyerek messzebb megy a szülőtől. Mondok én is egy 4K-s példát, hogy nem maradjunk azzal, hogy közösséget tényleg csak a oldalon lehet csinálni, mert az zsigeri, mi viszont intellektuálisak vagyunk. Tehát, hogy ez nincsen. Ugye történetileg is úgy volt, hogy az is egy zsigeri dolog volt, mert az lett egy idő után. Hogy a 4K-nak az volt a stratégia legelején, nem tudom mennyire ismerik, hogy városi játékokat rendezett. Az egyik ez a
Keresd a zászló című játék, amit ismertek a gyerekek, már van ilyen számítógépes játék is. Az a lényeg, hogy egy kerületben vagy kettőben kijelölnek területeket magán az utcán, és akkor egy ilyen stratégiai zászlókat vívő fogocska, mindegy, van egy szabálya. Az a lényeg, hogy ezt egyszerre az első játékra jöttek el kb. 250-en, és utána egyre többet. Tehát ugye a 600 körüli gyerek játsza ezt magán az utcán este 7 körül, és hogy ez ott helyben, a levegőben meg lehetett ezt fogni a hatást, hogy lett egy olyan közösségi hatása, ami egy ilyen csírája annak, hogy politikáról legyen szó, hogy együtt sokan vagyunk, és valamit csinálunk, és attól lesz egy erő. És a folytatás. Ugye, mert az történt meg, hogy átalakult, hogy ezek a hétköznapi terek, a hotelnek az eleje, ahol úgy megyek át, hogy hát az nem is az enyém, elnézést, meg ezek a helyek, ezek a saját stratégiai játékban, a saját területünk, ezt a sarkot én védem, átalakult egy ilyen saját játéktérré, és ez olyan erőket szabadított fel az emberekbe, hogy úgy az volt a dolognak a rituáléja, hogy a végén összegyűlünk egy téren, amelyik a legközelebbi nagy tér, ott kihirdetik az eredményt, ami igazából tök mindegy, mert a játékról szól, a pirosak 2 pont, sárgák 1 pont, pirosak nyertek, és utána volt a legfontosabb dolog, hogy és most kiáltunk egyet, ami gyakorlatilag a megképzése annak az erőnek, ami felgyűlt. És akkor tényleg ott remegtek az ablakok meg minden, csak egyet, tehát ott nem tették tönkre a lakóknak az életét, de hogy, tehát hogy az ember látja a szemével, hogy ez a dolog felépíthető. Tehát hogy nem az a kérdés, hogy lehet-e, hanem az, hogy megtörténik-e, mert ahhoz, hogy megtörténjen, rengeteg minden kell. Ki csinálja mobiltelefon, nem fiatal. Jó, van-e még valakinek kérdése? Csak egy triviális összekapcsolást szeretnénk még, hogy a kiszolgáltatottságra, ugye a fiaimnak, meg sok-sok fiatalnak triviális magyarázat, hogy azért vagyunk kiszolgáltatottak, mert csak a felfelé bűnbap a zsidó, lefelé meg bűnbap a cigány. Tehát ez trivialitás, amit mondok, de azt gondolom, hogy ezt szeretem volna összekapcsolni. Igen. Csak ennyit. Igen. Jó, akkor körbenézek még egyszer, hogy van-e valakinek valami kérdése, és ha nincs... Ja, igen, parancsolj. Kérdés, azt hiszem nem kell, csak egy... Az okokról, körülményekről sokat hallottunk, elemzéseket tudnánk még sokan hozzátenni. Én azt hiányolom ma este, hogy ezen kívül, hogy itt hallottunk egyet, és nem tudom, mi lesz a folytatás, nem hallom az ötleteket. Én azzal értek egyet, hogy közösséget kéne valahogyan teremteni, de hol vannak, akik csinálják, az aktivisták, az ötletek, szerveződni kéne, én ezt hiszem, mert így nem érjük. Csak ezt. Több. Igen. Jó, hát akkor ez egy frappáns végszó volt, azt hiszem, úgyhogy nekem nem is kell ezt hozzátenni. Nagyon szépen köszönöm először is mindenkinek, hogy eljött már, de beszélni is tisztelek ennek másodszor, pedig nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a meleg napon részt vettek ezen a beszélgetésben. Most már nagyon szépen. Köszönöm szépen! Thank you.